Kezdeményezzük az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságánál, hogy vegye napirendre a migránspárti sorospárt ügyét, amely a napokban derült napfényre, mely szerint a Migration Aid, egy soros szervezet, egy migráns támogató soros szervezet bejelentette, hogy nem kíván alapítványi formában működni a jövőben, hanem hogy kikerülje a bevándorlási különadót, pártá alakul. Nem titkolta az sem a szervezetnek a képviselője, hogy azért szeretnének a továbbiakban pártformában működni, és a migráns támogató tevékenységet is pártként folytatni Magyarországon, mert nem akarják befizetni a bevándorlási különadót, nem akarják, hogy ezt Magyarország kormánya a határkerítés megerősítésére tudja fordítani. Felháborító ez a hozzáállás, felháborító az, ahogy a magyar törvényeket a soros szervezetek ki akarják játszani és kijátszák, felháborító az is, hogy a Magyarország érdekeivel szemben a migránsok érdekeinek védelmi érdekében szerveződik pártá egy korábban soros szervezet Magyarországon. Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának a napirendjére vételével az a célunk, hogy kiderítsük, hogy mi áll az ügy hátterében. A bizottság vizsgálja meg, hogy ez etikus-e, jogszerű-e, és ez az adóelkerülő szándékosan és tudatosan vállalt adóelkerülő magatartás mennyire etikus, törvényszerű és mennyire elfogadható. A mi álláspontunk szerint nem elfogadható, ezért meg kell vizsgálni minden olyan lehetőséget, ami ezt a kiskaput lehetővé teszi.